Egy nehéz időszakban a mostani fiataloknak egy bizonytalan nemzetközi és sok esetben kihívásokkal teli hazai környezetben kell utat mutatnunk. Ezt mondta Kis András a Mária Pócsi Családvárban rendezett kétnapos eseményen, amelyen a közéleti és politikai szereplők mellett olimpiai helyezett sportolók is beszéltek a keresztény élet értékeiről. A rendezvényt az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség, a Hieroteusz Egyesület, valamint az Ung Tisza Szamos Túr határmenti turisztikai és természetvédelmi egyesület közösen szervezte. Mi egy keresztény választ, egy keresztény utat kívánunk, egy olyan utat, aminek a középpontjában Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye fejlesztése, a szülőföldön való boldogulás és megmaradása. Mi azok a fiatalok vagyunk, akik itt vagyunk a fiatalok között. Nem mentünk el máshova, nem mentünk el ha el is mentünk nagyvárosba tanulni, visszajöttünk, és itt képzelünk jövőt. Itt maradunk, velük vagyunk, és velük együtt és a megye jelenlegi vezetésével, a régió jelenlegi vezetésével, a polgármesterekkel, a civil szervezeti vezetőkkel közösen képzeljük a jövőt. Az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetségre azért vagyok büszke, mint ifjúsági szervezete, mert az a szervezet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, amely a fiatalok valós problémájára valós válaszokat ad. A határon innen és túlról érkezett meghívott vendégek között volt Nagy Zoltán is Nyírkátáról, aki a görögkatolikus egyház megyénél dolgozik, cigány pasztorális megbízottként. Próbáljuk szüléstől teljesen a felnőtt korig végigkísérni, főleg a hátrányos helyzetű gyerekeket, itt beszélünk a cigány gyerekekről is, nem csak a magyarokról. Bár Nyírkát a háromhás település, így azért mondom, hogy kompletten így beletartozik mindenki, akit el tudunk érni hátrányos helyzetű embereket, azoknak próbálunk segíteni. És mivel mi görögkatolikus közösség vagyunk Nyírkátán, így nagyon fontos nekünk az, hogy a görögkatolikus keresztény hitnek a megtartása és annak az értékrendje által tudjuk ezt a felzárkózást, ezt a segítségnyújtást kivitelezni a hétköznapokban. Az első kerekasztal beszélgetés résztvevője Pap László, Debrecen polgármestere, valamint Nagy Varga Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára volt. Pap László azt mondta, Debrecenben különösen jó a viszony a történelmi egyházak és az önkormányzat között, a városban a diákok egynegyede egyházi fenntartású intézményben tanul. Nagy Varga Zsófia hangsúlyozta, a fiatalok számára ma különösen fontos az értékközösségek megtartó ereje. Eléggé zűrzavaros időszakot élünk, és a fiatalokat ez eléggé megtépezze, szokták mondani, egy érzelmi hullámvasúton ülnek, és ilyenkor van igazán szükség fogóckodókra, arra, hogy a gyökerekhez tudjanak nyúlni és tartozni, és ezt ők maguk is megfogalmazzák. A legtöbbször, amikor találkozunk fiatalokkal, és egyébként az ifjúságkutatások is ezt mutatják, azt szokták mondani magukról, hogy magányosak, tehát hiányoznak nekik a közösségek. Úgyhogy mit is tud tenni a kormány, a közösségeket kell támogatni, és erre nagyon sok jó gyakorlat van. Nyilván ezt nem felülről kell megmondani, hogy mit csináljanak, hanem az adott helyi közösségekre kell bízni, hogy milyen közösségi programokat szerveznek. Nagy Varga Zsófia a kormány a fiatalok számára kedvező intézkedései közül kiemelte, hogy a középfokú köznevelési intézményekben az utolsó évfolyamon ingyenessé tervezik tenni a jogosítvány megszerzését, emellett bevezették az országbérletet, 2022 óta pedig 25 éves kor alatt a fiatalok személyi jövedelemadómentességet élveznek.